az, hogy benne. Fékezni nagyot, hogy a motorosra lehessen a motorról? Az hittem megteszed. Kicsit lassabb. Látom, lassabb. És balra megyünk. Bizony. De nekünk még nem is most stop tábla, ugye? Na, akkor figyeld, hogy van-e vonal, és egy picit balra sorolja. Be, fék. És pont a vonal előtt meg kell állni, mert itt most van vonal. Mindig úgy szoktam oktatni, hogy a stop feliraton. Jó. Mert a kamion nem tud tőled bejönni. Látod? Egyes kapcsolsz. Na, ezért van a stop vonal. És akkor mozdulhatsz előre. Jaj, de közel volt. Látod? És csak a bicikli útig, figyelj, nyomd be vissza a kuplungot, benézel. Igen. Mehetünk, menjünk, kiengedett, azaz. Nem tud tőled bekanyarodni, mert már elindultunk, és messze is volt. Nyomod neki. Jó, ide izgi, nyomod neki. És megy a kettes. Bátrakon. És tűz. Kemény? Hó, semmi érzelem az arcodban, jól van. Akkor kanyarod balra. Jelzés, besorolsz, igen. Nagyon jó, hagyod kettesbe, tehát semmit nem kell csinálnod, visszanézel a kerékpárútra, rád előztek a tükörbe. Ugye a kamion mögé kell nézned, igen, és mehetsz is. Nem jön bicikli, és ugye, és megy a gáz. Jobbra érkez mindig a szegély mellé. Végre egy kis izgalom, nem? Ez az kamion, is mehet a hármas. Bicikli. De jó csináltad, semmi gond nem volt. Arra figyelj majd, hogy igen, nagyon hesszeld a tükröt. Ugye most a belsőben semmit nem láttál, a teherautó felfogta, és a kamionos nem fog rád előzni, hanem inkább mögül le valami nagy okos. Figyelj, egyszerre ne érjünk oda, azaz, de most már jó, hogy... És akkor kijelezzük. Úgy, hogy az autót? Mindent, egyszerre, azaz. Távolodj, kikapcsolod, és akkor maradj. Így van egy biztonságos távolságú tőle. Azaz, most ránézel, jelzés jobbra, és forgatod vissza. De csak kis ívet van. Azaz. Megijesztesz az ívekkel amúgy, rendesen kapaszkodok. Jó, hirtelen húzod vissza mindig. Kicsit lassabb van. Úgy, hogy ne harapjon a nyelven. Jó. Már nem tudok oktatni. Majd mutogatok. Figyeld a táblákat, kötelező haladásod, annyit jelent, hogy nem fordulhatsz, mert otthon fordul. Behajtani tilos. Ismered ennyire Kátát? Hát ezeket az utcákat nem, de egyébként a táblákat igen. Sokat nem veszítettél. Nézd meg, milyen jó kis fideszes utak ezek itt. Azt a kurva, bocsánat. Sem. Nézd meg, kicsit lassabban megy. Mondjuk itt rögtön egy szakszervíz van, szétesik, itt hagyjuk, ahol betoljuk. Már hazavonatozunk. Jobbra megyünk, megint van felfestés, jelzés, és kuplunk fék, fölfelé, igen. Teljesen nyom, pici fék, még egy pici, csak egy pici. És mindig a vonal előtt egy picivel megállunk, jó? Egyes kapcsolsz, és mielőtt elindulsz, be kell tekintened a kerékpárútra. Látod, kerékpár is gyalogult, indulhatunk, de csak nagyon lassan, finoman. Ne hagyj marinni belsőnyt az ablakon nekem. Jó, lassabban, benézze balra is. Nem jön senki? Akkor mehetsz előrébb, igen. Csúsztatod, most figyelsz a szegélyre, forgalomra, és forgathatod. Nehogy átess a túl, forgast, azaz. És vissza, nézz a tükörbe. Ilyen közel van a szegély, látod? De jó csináltad, kapsz egy fél piros pontot, nagyon kettes. Ugye mindig valami úgy üssen őket, hogy valami helyes nő kerüljön a kocsi alá, vagy alánk, vagy alá. Jó? Jó. Az ablakon is. Feltétlen figyelek rá. Nagyon rossz vagy, úgyhogy jobbra megyünk. Nagyon lassan a busz mögé betekintünk, utána meg, hogy jön-e kerékpáros és gyalogos, jó? Tehát pillanatok alatt kell reagálnod. Beforgatod, követed az ívet, nézd vissza. Jaj, öreg csontjaim itt este 6 körül mi? Pici gáz a kíséred, egy kávé, a gödör miatt, és tűz. Jó szarok az utak, ugye? Nagyon. De itt mindig is ilyenek. Nem, botrány, komolyan mondom. Kanyarodj balra. Mi? Nézd csak. Ja. Behajtani tilos volt, jó? Jó. Ja.
próbálom elérni, nem menj bele, most pont belemész, most pont belemész. Vagy az összeset teszed össze. Figyelj csak, próbálom elérni, hogy